Van valahol a Kárpát-medencében egy csodálatos föld, egy tündérország. Búzát ringató termékeny sík, szőlőtől aranyló dombok, égbetörő szirtek, vadakat óvó rengetegek mind megtalálhatóak e helyen. Halban gazdag folyók, aranyat, ezüstöt és sok más kincset rejtő hegyek országa, ahol ásványvízforrások tízezrének vize siet szabadon a nagy folyók, a Maros, az Olt, a Küküllők, a Szamos, a Kőrösök és testvéreik felé. Erdélyország. Mióta Isten jókedvében megteremtette, azóta folyik érte a harc. Történt egyszer, hogy egy mások háborújába rángatott országot úgy felszabdaltak, hogy arra rá se lehetett ismerni. 1918-at írtak akkor. A letépet részeknek 22 évig új gazdát találtak. 22 teljes évig. Csendes beletörődéssel húzták össze magukat az erdélyi magyarok, mert az új urak így kérték. Adjatok katonát, mondták. És a magyarok, a drága jó székelyek adtak. Az átnevelés gyorsított tempóban történt. A rebellis ivadék számára szolgálat szolgálatot követett. Meg sem pihenhetett jóformán a hazatérő kiskatona, már úton volt az újabb behívó. A román katonai politika a lehető legegyszerűbben oldotta meg az etnikai kérdést. Magyarok az ország keleti és déli, román bakák az ország nyugati és középső részére. A II. Világháború kitörése után a román hadsereg buzgón végezte keleten a rábízott erődítési munkálatokat. Nagyban készültek egy esetleges szovjet ütközetre, de a szemük mindvégig a nyugati határon volt. Magyar oldalon a revíziós törekvések egyre jobban előtérbe kerültek. 1938 végétől 1940 augusztus végéig több mint 70 határsértés történt, melyeket a legtöbb esetben fegyverhasználat is követett. A határ mellé felvonult magyar és román katonák pattanásig feszült idegekkel lesték egymás mozdulatait. Az eredménytelen tárgyalások sorozata után a tengelyhatalmak kezükbe vették a területi igények rendezésének problémáját, és 1940. augusztus 30-án a bécsi Belvedere palotában a magyar és a román küldöttség feltétel nélkül elfogadta a döntést. Tették mindezt német fenyegetésre, a balkáni béke megtartásáért. Blénesi Jenőt és Székely társait Moldvában a 13. lapátos egységnél találta a 2. bécsi döntés. Egy lista alapján külön választották az alakulat katonáit, és az erdélyieket erőltetett menetben kísérték a régi új határ felé. A megállapodás szerint a román haderőben szolgáló magyar állampolgárokká vált személyeket haza kellett bocsátani. Kisinautól gyalogmenetbe vittek éjszakánként faluról falura, hogy mi tűnjünk el. Közben a román hadsereg erdőből kimenekült, és mindenütt a hegygerinceken sátortáborba telepítették le, ameddig majd valahol laktanyát jelölnek ki nekik. Hát a szegény magyarénk, én hiába mondtam, főleg az udvarhelyek nagyon meg voltak indulva, és megszögdöstek. Hát a vége az lett, hogy mindenütt beleütköztek ott a Kárpátok ormain sátorozó román hadseregbe, és elfogták, istenesen megverték, és behozták. Hát a megvert közül 4 ember belehalt a súlyos vereségekbe, de közben valami módon ezek a hazaszököttek valamelyikje itt bejelentette, és ott mindjárt egy német, olasz, román, magyar átvevő bizottságot hoztak, és azok a listából, ahogy olvastam, egyenként Brassónál, Prázsmánál jöttek át. Érdekes volt az, hogy a román hadsereg legelőször Brassótól Kökösig a vasúti síneket felszette, hogy nehogy egy magyar páncélos beszaladjon Brassóba, és ott valami bolondságot csinálni.
Abban az időben lehetséges lett volna egy katonai bolondság, amely Dél-Erdély visszafoglalására irányul. De kitörődött akkor a támadással. A Magyarországhoz visszacsatolt 43,5 ezernyi négyzetkilométer birtokba vételét 2 hét alatt kellett lebonyolítani. Az esetek többségében kitörő öröm és virágeső fogadta a magyar katonákat. Éjjel-nappal vonultak a honvédek. Néhol annyit várták őket, hogy mire odaértek, a meleg fogadtatás elmaradt, mert az elöljáróság az örömtől és az italtól teljesen kifáradt. A magyar csapatok szeptember 5-én léptek be Erdély területére, és szeptember 13-án délután 18 órakor be is fejeződött a parádés bevonulás. A visszacsatolt területek birtokba vétele nem ment mindenhol simán. A magyar-román vegyes bizottságok és a polgárőrség erőfeszítéseinek ellenére a román csapatok elvonulásukkor mindent vittek, ami mozdítható volt. A Bihar-Diószegen, Nagyváradon történt incidensekről nem beszél a román történelem, de magyarok által elkövetett Szilágyippi vagy az ördögkúti megtorlások annál nagyobb hangsúlyt kaptak. A román források bestiális gyilkosságokról, rablásról, nők elleni erőszakról tesznek említést. A bevonulás mámoros pillanatait felváltotta a fáradtságos szervező és építő munka. Meg kellett szervezni a határvédelmet, új laktanyákat, erődítményeket kellett építeni. A dolgokat az is nehezítette, hogy a térképen kirajzolt határvonal eléggé szerencsétlenül kanyarodott a dombok és a hegyek sűrűjében. 1940-es magyar határ, a második bécsi döntést követő magyar határ Észak-Erdélyben rendkívül érdekes, hiszen északon is, északkeleten is, keleten is, délen is, délkeleten is, mindenütt Románia van. Tehát mélyen Romániába benyúlik egy Észak-Erdély. A Székelyföld rendkívül kényes helyzetben van, hiszen még 70 kilométerre húzza össze a úgynevezett Ribbentrop-könyök, vagy kosnai nyak, a kissármási beszögelés és a kosnai nyak. Na most ettől kezdve már eleve bekerítésben van a Székelyföld. Ide csapatokat hozni nem lehet, és nem is olyan egyszerű dolog. Ezért a hadvezetés az európai példáknak megfelelően hozzákezdett egy erődrendszer kiépítéséhez. 1940-ben kezdik el az Árpád vonal kiépítését. Erdély megosztása nem kevés fejtörést okozott a magyar politikai és katonai vezetésnek. Az Árpád vonalat kulcsfontosságú létesítménynek tekintették az ország védelmi szempontjából. Az országos erődítési parancsnokság több ezer fős személyzete emberfeletti teljesítménybe fogott. A terv az volt, hogy jó minőségű munkát végezzenek rekordidő alatt. 1940-től kezdődően megállás nélkül épültek a laktanyák, az erődök, a völgyzárak. A tisztek és katonák tüzelőállások, géppuskafészkek, tank akadályok kialakításával foglalatoskodtak. Az utolsó percig erődítettek. Fegyverbe, székelyek! Apátok, dédapátok is határőr volt annak idején. Most rajtatok a sor. Hányszor hangzott el felhívás a történelem folyamán? Hol lármafák, hol futárok, hol gyorsposta vitte a hírt. Puskát, egyenruhát, kosztot kaptok, és derekas kiképzést, hogy elfeledjétek, amit az olá töltött fejetekbe. Hencegett a nyegle magyar tiszt. A székelyek ezt is lenyelték, és mentek 20, 30, 40, még 50 éves fejjel is bakának. Sokan önként. Immár nem Románia felé. A székely határőr zászlóaljakat, mikor felállították, az elképzelés az volt, hogy a székelyföld védelmét ez a 20 határőr zászlóalj látja majd el. Ez elegendő is lett volna, ha a terepet figyelembe vesszük. Ezeket a zászlóaljakat 1945 tavaszára, nyarára akarták rendszerbe állítani. A hadvezetésnek olyan elképzelése volt, hogy behívják őket katonának úgy, hogy még nem hadkötelesek. Kiképzik őket, harcba nem vetik, kiképzik őket oly módon, hogy mire hadkötelesek lesznek,
akkor a hadvezetés itt a Székelyföldön immáron nem újoncokat kap, hanem már kiképzett katonákat. Nem tervezték őket harcba vetni. Magyar hadsereg új hadrendi elméletének következtében a besorozott székely férfiakból 20 zászlóaljat állítottak fel. Az a tény, hogy az első világháborúban is harcolt, 50 éves felső korhatárral rendelkező embereket is behívtak, egyfajta gyengeségi bizonyítvány volt. De békeidőben nem okozott gondot. Az így módon összeverbuvált alakulatok felvehették hivatalosan is a székely megnevezést. A székely határvédelmi erőknek keleten mintegy 200 kilométer, délen és nyugaton ugyancsak 200 kilométer hosszú hegyvidéket és síkságot kellett megvédeniük, hozzávetőlegesen 40-50 ezer főnyi élelmezési létszámmal. Egy határvadász zászlóaljra 70-80 kilométer, egy ütegre 50 kilométer határszakasz jutott. Miután átszervezték a határvédelmet, az öreg legénység 50%-át 18-20 éves fiatalok váltották fel. Akkor már rögtön nekünk fiataloknak elkezdődött a katonai előképzés, az úgynevezett Levente kor, ugye? És azt követően 1943-ban minket, mint 18 éves leventéket, és a 45-50 éves idősebb embereket besoroztak. 1944 tavaszán itt búcsúztattak el ezen a téren minket. Aki elbúcsúztatott, azt mondta, hogy fiúk, arra kérlek, minden honvéd egy orosz koponyával jöjjön haza. A Jóisten úgy adta, hogy én csak ide mentem vásárolni. Mondhatom azt, hogy a 3 hónap a kiképzés után én egy olyan helyre estem be, a valóságot mondom, hogy talán az édesanyám hasába se volt úgy dolgom. A bevonult újoncok 2 hónapos alapkiképzést kaptak, amely gyalogsági és alaki kiképzésből állt. Ezt követte az eskütétel és a szakkiképzés. Addigra már sok fájdalom gyűlt az erdélyi lelkekben, mert a magyarországi tisztviselők legnagyobb része is úgy viselkedett, mintha gyarmatra érkezett volna, hamar kimutatták fogok fehérjét. A tisztek mindenhol anyaországiak voltak, és sok esetben leuláhozták a székely sorkatonákat, amit aztán a honvéd vezérkar parancsban tiltott meg. A román nemzetiségű férfiakból is jó magyar katonák váltak, de nagy részüket csak a gyalogezredekbe osztották be kocsisnak, szakácsnak vagy árkásznak. A feljegyzések szerint sok panasz érkezett felőlük. Arra is volt példa, hogy az első adandó alkalommal átszöktek Romániába, majd az ottani rossz bánásmód miatt visszaszöktek Magyarországra. Az erdélyi szászokat a magyar hadvezetés nem tekintette megbízhatatlanoknak. Ha akarták, német fegyveres erőknél is szolgálhattak. A vezetői tisztségbe beosztott katonák mindennapos alázásai és a kemény kiképzés lehangolta az újoncokat. A jó szellemi képességgel és fizikummal rendelkező honvédek közül többen tisztes iskolába kerültek, sőt, még a budai várba is testőrnek. A testőrségben minden mesterségből és szakmából lehetett találni embert. A belső őrséget Székelyföld különböző részéből válogatták. Volt fegyverünk többféle, mert volt géppisztoly, kard, pisztoly, többfajta fegyverzet volt. Attól függött, hogy milyen szolgálatot teljesít, halálszolgálatban. Díszszolgálatot teljesített, akkor alabárd volt. És az alabárd a kard.
A királyi palotában 200 testőr teljesített állandó szolgálatot. Ezen kívül lovas testőrök és egy testőr előképző alakulat, a lövész század tartozott a biztonsági alakulathoz. A német megszállás előtt, amikor magasrangú német katonai küldöttség érkezett Magyarországra, a székely fiúk álltak díszőrséget. Akkor még nagy volt a magyar-német barátság. Aztán az átállást tervezgető Magyarországot 1944. március 19-én német csapatok szállták meg. A kormányzói családot a németek foglyul ejtették, és egy bajorországi kastélyba vitték. A székely testőrök, köztük Lőrinc Balázs is, szemtanúja volt a kormányzó elfogatásának. Amikor a németek elfogták őt, vitték Sorfalon 16 német katonos, közben volt Horthy. Mellettünk mi oda voltunk beállítva, Horthy szegény, amikor ment el az áll, reánk pillanatot, de könnyen hullott. Tudta ezt Horthy kormányzó úrunk is, hogy jó, ha székely legények vannak a közelben. Kitüntetett figyelemmel viseltetett irányukban. Még egyenruhát is díszesebbet adatott rájuk. Úgy vélte, ők aztán megvédik a bajban. De a némettel nem lehetett lacafacázni. Vajda Lajos és Lőrinc Balázs földieink majdnem a saját bőrükön tapasztalták meg a németek szeretetét. Mert szerettek minket, magyarokat. Úgy, ahogy a nagykönyvek írják. Még a nagy gondot is levették a vállunkról. Majd őrzik ők ezután az országot, a kormányzót és családját. Akik látták, tudták, sokkal több veszett el akkor, 1944. március 19-én, mint ahogy mások sejthették. A német csapatok nem álltak meg Budapestnél. Az első hegyi hadosztályt átcsoportosították a keleti Kárpátok lábaihoz. Közben északkeletről a szovjetek elől menekülve a szétvert német kötelék és a nagyszámú polgári menekült Székelyföld felé tartott. Ukrajnai népi németek, kozákok és számos más kaukázusi nép lépte át a magyar határt, akiket élelmezni kellett. A visszavonuló német katonák fosztogatásai félelemmel töltötték el a lakosságot. Vajon mi lesz, ha ide ér a vörös hadsereg? Vajon hová tűnt a román katona az ezer éves határról? Csodálkozott a magyar honvéd 1944. augusztus 23-án a Rákóczi vár lábánál. Első Mihály román király, mond, eladtad-e a hazádat már? Eladtam én mindenestől. És ha kell, Erdélyt is elveszem, mondta a jó király, de szavait már nem lehetett érteni, mert a szovjet tankok nagy zajjal érkeztek meg a Kárpátok lábaihoz. Pedig sejtette már azt a magyar és a német is, hogy valami készülőben van, mert a román hol keletre, hol meg nyugatra kacsingatott Erdély megszerzéséért. Augusztus 23-án, miután első Mihály román király letartóztatta a német barát John Antonescu marsalt, tájékoztatta a meglepett német követet a fegyverszünetről. Az új katonai kormány lezárta a Bukarestbe vezető utakat és vasutakat, s blokád alá vonta a bukaresti német alakulatok elhelyezési körleteit. Másnap a román hadsereg országszerte támadásokat intézett addigi szövetségese a német hadsereg ellen. Bár augusztus 25-től román csapattestek többször betörtek Magyarország területére, átfogó támadás nem indult Észak-Erdély elfoglalására. A magyar katonai vezetés viszont fontolgatta, hogy egy gyors rajtaütéssel értékes területeket lehetne visszaszerezni. Volt egy nagyszerű elképzelés, hát nagyszerű elképzelés, katonailag nagyszerű, nem politikailag, elképzelés, hogy a román átállást követően gyorsan, egy gyors akcióval indítani kell egy támadást a déli Kárpátok visszafoglalására. Akkor megfelelően lehet védeni a Kárpát-medencét nem a győzelemig, hanem az angol száz csapatok beérkezéséig. A román átállást követően esély a déli Kárpátok visszafoglalására csak úgy volt, hogy egy ellentámadást indítanak 4 német
páncélos hadosztály segítségével. Páncélosok nélkül Dél-Erdélyben nem jutnak semmire. Megérkezik Magyarországra 4 páncélos hadosztály, és mindegyik Budapest környékén marad, hogy megakadályozzák az esetleges magyar kiugrási kísérletet. Amíg a politikusok a budai várban tanácskoztak, a román miniszterelnök felszólította Magyarországot Észak-Erdély kiürítésére. Hogy a tábornok kormányfő szavainak nyomatékot adjon, a román légierő augusztus 30-án erdélyi városokat bombázott, köztük Nagyváradot és Szászrégent. A román politikai és katonai vezetés egyaránt egy nagyobb arányú magyar támadást várt Dél-Erdély és Dél-Partium ellen, és nem alaptalanul. A román átállást követően a magyar politika, a parlament azon vitázik, hogy most akkor mi Romániával hadban állunk, vagy nem. A hadvezetés és a katonák folyamatosan kérik, hogy hadd menjenek előre, lépjék át a román határt, és készítsenek elővédállásokat, hogy az erődökre ne tudjanak rázárkózni a szovjetek. Nem szabad románokat nem szabad provokálni, könnyű a parlamentben erről beszélni, a katona viszont próbálja megoldani a feladatát. Már itt vannak a szovjet csapatok, amikor át lehet lépni a román határt, de akkor már nem mi lépjük át, hanem a szovjet csapatok a mi határunkat. A balkáni front német szempontból összeomlott. Magyarországnak nem volt akkora hadereje, hogy a román átállást követően egy gyors támadással visszafoglalja Dél-Erdélyt. A több mint 200 ezer fős második hadsereg nagy része elesett a Don kanyarnál és a Kárpátok előterében. A magyar katonai vezetés elsősorban a történelmi határ védelmére összpontosított, hiszen Erdély román kézen maradt részén számottevő ellenséges erők nem állomásoztak. Ugyanakkor kelet felől a román 3. és 4. hadseregek, valamint az előrenyomuló 2. ukrán front harckocsi és gépesített egységei legelőször a keleti Kárpátokat érhették el. Székelyföldön a feszült helyzet ellenére viszonylagos nyugalom volt. A székely határvédelem mozgósítása rövid idő alatt végbe ment. Augusztus 26-ára a német 8. hadsereg maradványainak sikerült egy új arcvonalat rögzíteniük a Kárpátokban. Ezeket segítették a magyar alakulatok. Az első összecsapás az Ojtozi szorosban volt 1944. augusztus 24-én. A román csapat rövid harc után megadta magát. Másnap Marosvásárhely körzetében a román határőrség akcióját hárították a honvédek. Augusztus 26-án az összefüggő front elérte és átlépte Magyarország történelmi határait. Ojtoz és Csobányos után az Úz völgyében tűnt fel a szovjet haderő. Vigyázz, honvéd, mert báránybőrbe bújt farkasok járnak a völgyben. Alázatosan jelentem, semmi gyanúsat nem láttam, csak néhány német tiszt jött barátkozni a parancsnokhoz. Majdnem 7 évtized telt el azóta, hogy a ritkás bajszú székely legények összeakaszkodtak az ellenséggel az Úz völgyében. Az emlékek sokszor átalakulnak, és gyakran meg sem történt toldalékokkal bővül az egykori harcosok elbeszélése. A levéltárakban jártasak szerint ilyennek tűnik ez az álnémet látogatás is. Megtörténhet, hogy a golyózápor az emlékeket is megzavarja? Ki tudja. Lehet, hogy pont úgy volt, hiszen ők voltak ott. Most van egy ilyen legenda, hogy 25-én, tehát 26-a előtt, amikor betörtek, két német ruhába öltött tiszt megjelent a parancsnokságon, serfőző fogadta. Éppen én voltam beosztva szolgálatba, megérkezett egy német teherautó német tisztekkel. Hát persze mutatták a képet, igen, parancsoljon. Még etette, itatta, frustrukolta őket, megmutatták mindent, áthívták az erődszázad parancsnokát, Némai százados, az is megmutatta az erődöt. Nagyot mulladtak, a térképet elévették, rámutattak, hogy itt van a nehéz fegyver, itt van a páncéltörő, itt van a nehéz fegyver, stb. Tehát egy árulás történt. Nem németek voltak, hanem oroszok. És így akkor, amikor ők elmentek, azt mondták, hogy holnap reggel, mármint szombaton, 7 német páncélos tigris
jön vissza, és azzal bezárul a németek visszavonulása. Tényleg másnap reggel, 26-án délelőtt meg is jelent, de nem német páncélos, hanem oroszok. A második ukrán front csapatai augusztus 26-án délelőtt elérte az Úz és az onnan északra lévő Csobányos völgyét. 6 kilométer mélységben törtek be Erdély területére. A székely határőr zászlóai páncéltörő ágyúját 10 perc alatt kilőtték. Két tank jött legelőször fel a belövések után, és akkor a civilek onnan menekültek, fejveszetten a levegő tele párnából kihullott tollból, szalmából, porból, meg mindenki menekült felfelé, Aklos felé, hogy az oroszok ne kapják őket otthon. Igen, és akkor mindjárt a tankok után jöttek az oroszok, a gyalogosok jöttek. Az úton, a sáncba kétfelé csipőre tett ilyen dobtáros kézi puskákkal, géppisztolyokkal, és valószínű, hogy ittak, és valószínű, be voltak szeszelve, mert nem érdekelte azt, hogy a mi tüzérségünk, amelyiket a zászlóinkhoz Vásárhelyről rendeltek oda, azt hiszem, hogy 4 ágyúval voltak ott, Vásárhelyi tüzérek, azok lőttek. Némai százados parancsnoksága alatt az erőt század ellövi a lőszerét, az elővét szakasza szinte mindenki elesik közülük, majd éjszakára kivonulnak innen vissza. A másik, a völgyzár védelmének a másik sarokpontja, a határvadász zászlóaj nincs. Septében kell idehozni a nagybereznai 26-os határvadász zászlóajat, és septében kell gyorsan átszervezni a völgy védelmét. Ezt már lehet látni, hogy az erőt század nem létezik. Az erőt század, amelyet oly jól kiépítettek, nem fog működni, mert nincs mivel védeni. Gyorsan átszervezik a védelmet, az erőt század funkcióját átveszi a 26-os nagybereznai, kárpátaljai legények, kemény hegyhez szokott, hegyi harchoz szokott fiúk az Aklos csárdánál. És a határvadász zászlóaj feladatát viszont a Rugát tetőn veszi át egy német hegyi zászlóaj és egy magyar zászlóaj. Na, és itt ezek a völgyben egészen addig tartják a völgyet, ameddig parancsot nem kapnak a visszavonulásra, és nem kezdődik meg a székelyföld kiürítése. Augusztus 28-án a székelyföldi határ teljes szélességében fellángoltak a harcok. Elkeseredett védekezés folyt az Ojtozi szorosban is. A 24/1-es erőt század kitűnő harcait a legfelsőbb magyar katonai vezetés is elismerte. A német 8. hadsereg 57. páncélos hadteste által védett Ojtozi szorosban az északi és déli irányú ellenséges átkarolás miatt a helyzet válságosra fordult. A német katonai hírszerzés szerint a románok szabadon engedték és felfegyverezték a brassóföldvári hadifogolytábor 3000 szovjet fogját, akiket újra bevetettek. Augusztus utolsó napjaiban a magyar és a német alakulatok megkezdték a visszavonulást a Kászonok felé. Már hajnal óta fedezékében hever az orosz mesterlövész. Eddig nem igazán akadt érdemes célpont. De nicsak, az Esztenánál egy magyar és egy német tiszt száll ki az autóból. Céloz és lő. A golyó sivítva szeli át a levegőt és becsapódik az ajtó félfába. A magyar tisztet Sebő Ödönnek hívják. Óvatosan körülnéz a hegytetőről, ahonnan lelát egészen a Tatros partjáig, amely bugdácsolva rohan Moldva felé. Nem kell táltosnak lennie, hogy megállapítsa. Nehéz idők jönnek a gyímesekre. Miután Gyimes már frontvonalba került, akkor itt ugye fejleteteire állt minden. Sebődön védte innen fel Pipás tetőig, ami 13 kilométeres szakasz,
a határ szakaszt, daszolt a szovjet gőzhengerrel, már mondhatom, annak idején az elsőben orosz gőzhengerként említették, másodikban mondhatom, hogy szovjet gőzhenger, de tudatában lévén a szovjet hadvezetés is, hogy itt milyen nagy áldozatok árán tudnak behatolni a Csiki-medencébe, a Gyimesvölgyén át, hát nekik ugye felkínálkozott Romániának augusztus 23-ai átállása is, akkor könnyebb volt ott elkerülni, de azért ők forcirozták gyalogos, meg lovas esélyekkel itt a határvonalat. 3 hétig védték a gyimesi szorost a megnyírbált magyar és német erők. Közös megegyezéssel egy kitörési tervet dolgoztak ki, melyet az 50%-os veszteség ellenére is sikeresen valósítottak meg. A megmaradt határvédelmi kötelékek az éjleple alatt Csíkszentdomokosig vonultak. A visszavonulást nem csak a sötétség nehezítette, hanem egy fergeteges zivatar is, aminek következtében többen eltévedtek. Itt teklődtek, ott teklődtek. Az irányt vettük a Bécs-Erdő felé. Részre vettük magukat, ha körbe vagy mi vagyunk fogva. Szépen a puskákat le kellett vetni, minden puskanemű, kezed fel, hány kezdtek ólatni, rász, bár, az oroszok. Behajtottak, kerültünk, voltunk olyan 100, hogy minden ünnet annyit összeszedtek. Olyan 120 ember volt biztos. A védelem nélkül maradt Gyímesvölgyében a román nemzetőrök vették át a hatalmat. Az addig rejtek helyeken lapuló csőcselék hajtóvadászatot indított az erdőkben elbújt német és magyar katonák elfogásáért. Azokban az időkben még a helyi csángó magyar civilek sem voltak biztonságban. Eddig nem sok veszedelmet láttak a békás szoros sziklái, hiszen alig 30 éve épült erre országút Moldva felé. A patak két oldalán tornyosuló sziklaóriások, igazi természetes erődök, ahol még a madár sem röpülhet át, ha nem hagyják. Bizony nem lehet egykönnyen átvergődni a mozdulatlan kolosszusok között, gondolták a honvédek. szeptember 3-ig a békás szoros szűk sziklafalai közé az ellenség még nem tudott behatolni, de a békás és tölgyesi szorosok közti hegyekben már tombolt a harc. A védelem eredményessége itt a 21. határvadász zászlóai alosztályain, valamint a felfogott és ismét állásba rendelt székely határőrcsapatokon múlott. A határon közvetlen ott testünk át a tűzkeresztségen, mégpedig, ha jól emlékszek, 1944. szeptember 3-án. A székely katonák tartották a frontot, keményen harcoltak a szovjetek ellen. A hágókat aknazárak védték. Ennek ellenére felsőbb utasításra visszavonulást hajtottak végre, mert állítólag az ellenség bekerítette a honvéd szakaszokat. Úgy kellett elhagyjuk, harc nélkül el kellett szökünk parancsra, hogy az oroszok ne vegyék észre, mert de ha már észrevettek, és üldözőbe fogtak, úgyhogy üldöztek egészen a Balázs tetőig, addig, ameddig újból a tüzelállásba helyezkedtünk. Tehát a 3 napos harc után kellett visszavonulnunk, mert Gyergyóba betörtek az oroszok. Gyergyószent Miklós rejtélyes ostromáról keveset ír a magyar történelem. Csak találgatások vannak a szovjet armádia előrenyomulásáról, és az sem világos, hogyan jutottak a frontvonal mögé az 50 kilométerre lévő településre az ellenséges előcsapatok. Az esztenákat kifosztották, a pásztorok adtak hírt érkezésükről. A kaszálókon dolgozó emberek is látták az idegeneket, és jelentették. De mivel nem volt szabad pánikot kelteni a lakosság körében, a magyar hadvezetés úgy tűnik nem tulajdonított kellő fontosságot a kialakult helyzetnek. 6-án délelőtt érkezett meg Székesfehérvárról egy kerékpáros század, amelyiknek az úti célja a tölgyesi front lett volna. Ditróba leszálltak a vonatról, és fáradtan
átirányították direkt ide Gyergyóba. Az 1944. szeptember 7-ére Székelyföldre érkezett magyar honvédek nem voltak kiképezve hegyvidéki harcokra. Talán a fáradtság, talán a hanyagság is közrejátszott abban, hogy nem foganatosítottak megfelelő biztonsági intézkedéseket. Pedig az oroszok Gyergyó fölött már néhány napja figyelték a német és a magyar csapatok mozgásait. 6-án hozták ide őket, fáradtan. Romot hordatták a Pál Sándor vendéglőből innet, megrészegítették. Elaludtak, elfogták a járőröket, és úgy legyilkolták nagy részét, és a másikot kit puskával agyonütték. És mi itt a víz mellett volt egy kis óhelytástunk volt. 25-ön voltunk benne, vagy nagy ajszóra ébredtünk fel gyermekek, hogy mi van itt. Annyi orosz jött, hogy fekete volt, az úton nem fértek le, annyian jött. A szovjetek nem kegyelmeztek. A székesfehérvári zászlóaljhoz tartozó alakulat 159 katonáját gyilkolták le. A vérfürdő után a betörő hadak portyázni indultak a felszegi házakba, német és magyar katonák után kutatva. Ártatlan, civil emberek is áldozatul estek. És amikor itt megtörtént, itt a baj megtörtént, akkor kezdődött az utcai harc. Az utcai harc sajnos az aztán írtózatos volt, mert jöttek le, hurisztak, golyószoron nyakokba volt. Mi gyermekek, ott voltunk, az ablakba voltunk. És a gránátot akarták beanyítani, és az öregasszony sikoltozott, hogy jaj, ne öljék meg, mert gyermekek otthon vannak. Az összeírások szerint 10 civil áldozata is volt a vérengzésnek. Az utcai harcok során közel 400 ház és gazdasági épület égett le. Emberek százai váltak földön futóvá. Csíkszentdomokoson egy kocsi színben elesett német katonák fejfái porosodnak. A neveket maga a parancsnok írta fel gyöngybetűkkel. Vajon milyen történeteket tudnának mesélni az idegen földben örök álmukat alvó katonák? Háború volt, persze. Háború. A sosem az enyém, tied vagy övé háborúk egyike. A veszély közelettével a gyergyói és a felcsíki falvak népe az erdőkbe menekült. Több napon át álló háború zajlott Csíkszentdomokos határában. Bombázás és tűzpárbaj folyt. A Kárpátok védelme 1944. szeptemberére csak a visszavonulás segítése érdekében történt. Egymást követték a csaták, egy hét alatt akár kétszer is megfordult a támadások iránya. A községben állomásozó német és magyar alakulatoknak sikerült néhányszor visszaverni az ellenség támadását. Ám a túlerő meg az árulások következtében a hadvezetés jobbnak látta a visszavonulást. A magyar második hadsereg arcvonalán továbbra is helyi összecsapások zajlottak. A gyalogsági fegyverzettel támadó román harccsoport és a szovjet lövész alakulatok elfoglaltak néhány marosszéki települést. Szeptember 17-én betörtek Dicsőbe a románok, az oroszokkal. Akkor kicsitől nagyig mindenkit kivittek a vonalba. Beállítottak, de mi volt a helyzet? Egy rongyos karabé, egy pisztoly? Hát ahol nem lehet háborúzni. Áldott szerencse, hogy teli volt a város, némette, és akkor azok megszálltak, és minket is beosztottak, egy német, egy magyar. Elvtársak, katonák, közel a várva várt győzelem. A Vörös Hadsereg sikeresen áttört a déli Kárpátokon, most már nincs, ami utunk a tája, adta hírül a szovjet generális. 4 nap múlva Tordán át bevonulunk Kolozsvárra.
Közben a német és magyar katonák mosakodtak az aranyos vizében. Talán még dúdoráztak is. Aztán nagy robajjal megérkeztek a szovjet tankok sósfürdőre, és a magyar honvédek állták tordánál a csatát fejtetőig vérben. A második magyar hadsereg szeptember 5-én indult támadása, amely a déli Kárpátok hágóinak lezárását célozta meg, elakadt. A vörös hadsereg oly nagy erőkkel kelt át a Kárpátokon, hogy a magyar előrenyomulás megtorpant, és a csapattesteket vissza kellett vonni. Előbb a Maros vonalára, majd Torda térségébe, a tordai magaslatok természetes védőállásaiba. Torda környékén úgy indul meg a magyar ellentámadás, hogy ehhez mindössze a 25. gyalogos hadosztályt és pót hadosztályokat tudnak bevetni. A pót hadosztálynak alig van tüzérsége. A pót hadosztályban nem három, csak 2000 van. Az ezredeiben nem három, csak 2 zászlóval van. A zászlójaiban 200. Alig-alig van ember. A tordai csata szeptember 13-tól egészen október 8-ig tartott. Mondtam még sokszor, hogy a magyar történelem, a hadtörténelem ezt a tordai csatát a magyar hadsereg második legszebb fegyverténynek tartja nyilván. Mert amint szoktam mondani, nem csak Don kanyar volt, hanem aranyos kanyar is. Rengetegen meghaltak. Kolozsvárt talán Torda mentette meg a rongálásoktól, a teljes felégetéstől. Október 8-án a magyar második hadsereg Tordától északra húzódó állásai előtt csupán helyi jelentőségű harcok folytak. A várost védő gyaloghadosztály ugyanezen a napon megkapta a visszavonulási parancsot, amely szerint védővonala most már mindenütt Tordától északra húzódott. A tordai csata ezzel véget ért. Október 8-án a német tábornokok meggyőzték Hitlert egy hadműveleti szintű visszavonulás szükségességéről. A második magyar és a 8. német hadsereg teljes arcvonalán megkezdődött a visszavonulás a Tisza irányába. Az Arad és Nagyvárad elleni csatákban a szovjetek lerohanták a magyar hadosztályokat. Az ellenlökések nem voltak elegendőek az ellenség megfékezésére. A magyar honvédség 1944. évi erdélyi és székelyföldi veszteségi adatairól nincs pontos szám. A korabeli nyilvántartások mindössze 5912 főt említenek, de ez csak a töredéke lehet a hősi halált halt katonákat illetően, hiszen a német adatok szerint több mint 22000 német katona esett el, sebesült meg vagy tűnt el Erdélyben. A román hadsereg veszteségi nyilvántartásai mintegy 40000 katonát említenek, míg a szovjetek 90000 fős emberi veszteséget könyveltek el. A hatalom mindenáron való megtartása volt a kulcskérdése a háború alatti magyar külpolitikának. Hogy mit nyerte hatalom által az erdélyi magyarság? Nem igaz, hogy semmit, de messze kevesebbet reményeinél. Talán egy tisztességesebb közigazgatást elsősorban? Magyar iskolát és művelődési életet? Talán elrabolt erdei, földei, javai egy részének visszaszerzését? Talán az önérzetén esett csorbák lecsiszolását? Talán valami halvány reménysugarat egy szebb, egy jobb jövő kecsegtetését? Talán csipetnyi büszkeséget, hogy mégis jó magyarnak lenni? Hogy jó egy nagyobb magyar hazában hazáért élni? Erdély nem a harctereken veszett el, nem a honvédek és nem a katona szökevények miatt veszett el. A katona nem üzen háborút, a katona nem köt békét, a katona végrehajtja a politika parancsát. És hogyha a politika úgy dönt, hogy Magyarország érdekeit a Don kanyarnál kell védeni, akkor a magyar katona elmegy, és még ha tudja is, hogy ez nem helyes, de ha így döntött a politika, neki egy dolga van végrehajtani. A katona törvénytisztelő polgár az államának. És ha ez a törvény rossz, a katona egy rossz törvény miatt fog meghalni. És bizony itt, ekkor nagyon-nagyon sok
rossz törvény született. Mikor veszett el tehát Erdélyország? 1944. októberében, amikor a német és magyar katonai parancsnokság bekerítéstől félve feladja? Vagy netán korábban kell keresni Észak-Erdély elvesztésének okát? Igen, valószínű. És nem a hadszíntereken. 1944. március 19-ét a Magyarország német megszállását követően nincs magyar önálló külpolitika, nincs önálló magyar katonai elképzelés, nincs Magyarország, amely szuverén lenne. Így aztán ennek csak a látszata létezik, de milyen ország, milyen szuverén ország az, amikor egy kormány döntést, egy kormány határozatot, vagy egy parlamenti törvényt egy ország csak úgy hirdethet ki, hogyha azt a teljhatalmú német megbízott Edmund Wesenmeier ellen jegyzett. Az erdélyi magyarok álma szerte foszlott. 1940-ben az emberek lelkesedéssel telve, újjongással és virágesővel fogadták a bevonuló honvédeket. Hazafias mámorban égett az egész ország, és a hazafias beszédek mind azt bizonygatták, hogy Erdély sohasem kerül idegen kézbe. Sajnos nem így történt. A visszavonuláskor Csermavölgyi Antal páncélos főhadnagy emlékezésében írja. Amerre mentünk, ilyet arcok, szavak nélkül kérdező szemek kísértek minket. Sok helyütt sírva kiáltottak utánunk. Ne menjetek el, mi lesz velünk? Erdély területén a harcok megszüntével a szovjet vörös hadsereg és a román csendőrség hadifogolytábort működtetett, ahol embertelen körülmények között jelentős magyar nemzetiségű fogoly vesztette életét. Az erdélyi területeket újból megszálló román csapatok bosszúvágya nagy vérengzéseket idézett elő. A manjugárdisták nevet viselő félkatonai csoport sorozatos gyilkosságokat és rablásokat hajtott végre. 1944. szeptember 26-án Szárazajta községben a néhány helybéli román által odahívott Oltianu csoport 11 ártatlan magyar lakost végzett ki brutálisan. Azzal magyarázták tettüket, hogy egy román, pusztító, német alakulatnak segítettek a szárazajtai székelyek. A gárdisták a későbbiek során Székelyföldön még számos rémtettet követtek el. Többek között Csíkszentdomokoson 1944. október 8-án 11, Gyergyószentmiklóson pedig október 15-én 3 székely helybéli lakost öltek meg. A gyilkosságok célja a megfélemlítés volt, ugyanis a gyilkosok azt remélték, hogy a székelyek fejvesztve fognak elmenekülni szülőföldjükről. Csalódtak. Nem csak a szülőföldjük védelmében elesettek maradtak itthon, hanem a szellem is, ami elpusztíthatatlan az erdélyi, a székely lélekben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a közösségi összefogás, ami ha késve is, de méltó emléket állított a hazájukért életüket áldozóknak. A szovjet armádia és román hadsereg halottainak méltó helyen biztosítottak emléket a győztesek, általában a település központokban ágáló emlékművekkel. A magyar és német hősi halottak sok helyen feledésre ítéltettek. Mára mennyire parancsszóra feledni lehet. A kereszteket el lehet tüntetni, de az emlékezésnek semmi sem állhatja útját.